Üdvözlöm nézőinket Borsod-Abaúj Zemplén megye 43 településén. A Szerencsi Televízió térségi krónika című műsorát látják, ami televíziónk honlapján műsorunkkal azonos időben online nézhetnek számítógépen, táblagépen és okos telefonon egyaránt. Kuti Kuruc Hajnalka vagyok. Legfontosabb híreink röviden. Az Afrikai Magyar Egyesület újévi köszöntője. A Szerencsi példakép Kun Szabolcs. Testvérvárosi szerződés a horvátországi szupetárral. Geomaták a Medgyaszói iskolában. Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Emlékezés a világklasszis kézilabdázóra. Múltat idéző tárgyak a vásárban. A téli közlekedés veszélyei. Eredményes esztendő a súlyemelőknél. A tavalyi esztendőben elindított hagyományt követve az idén is a Budapesti Hadtörténeti Múzeum aulájában január 15-én rendezte meg új évköszöntő fogadását a Magyar-Afrikai Társaság, valamint társszervezetei, a Magyar-Ázsiai Társaság és a Latin-Amerikai Egyesület. A budai várban nagykövetek, diplomaták, közéleti személyiségek és a szervezetek munkáját segítő önkéntesek, a gazdasági és kulturális élet jeles képviselői érkeztek az ünnepi eseményre. A meghívott vendégeket Balog Sándor és felesége üdvözölte a terem bejáratánál, akik kötetlen beszélgetést folytattak az esemény helyszínén. Nagykövetek, neves közéleti személyiségek találkoztak a múzeum aulájában azért, hogy ezen az összejövetelen vitassák meg az elmúlt év eseményeit, valamint a 2015-ös esztendő fontosabb feladatait. Ezt követően a Magyar-Afrikai Társaság elnöke lépett a mikrofonhoz, aki köszönetet mondott a jelenlévők együttműködési készségükért, majd szólt arról, hogy az idei rendezvényen a latin-amerikai kontinens országaira irányult kiemelt figyelem. Jaime Barbis Martinez, Ecuador-Magyarországi nagykövete lépett a mikrofonhoz, aki beszédében kiemelte, hogy az ország növekedése folyamatos. Ecuador 2015-re szép eredményekre készülhet. Az is elhangzott, hogy februárban 50 ecuadori diák kezdi meg tanulmányait hazánkban, amely fontos mérföldkő Magyarország és Ecuador kapcsolatában. Ezután Tóth Tamás, a Latimo főtitkára lépett mikrofonhoz, majd örömmel számolt be arról, hogy enyhülés indult meg Kuba és az Amerikai Egyesült Államok között, amelyre az elmúlt 50 esztendőben nem volt példa. Alapvetően azokkal találkozunk itt, immár harmadik éve, akik nekünk egész éven segítenek. Hisz nem tudunk mindenkinek személy szerint köszönetet mondani, azért, mert a munkánkat segíti, valamivel támogatja, hanem ilyenkor az év elején megpróbáljuk összehívni azokat, akik segítettek nekünk. Ezek állami tisztviselőktől, a színészeken, az énekeseken keresztül különböző más alapítványok tisztségviselői, a nagykövetek, akikkel dolgozunk egész évben, vagy a nagykövetségek dolgozói, rengeteg ember, belföldről is és külföldről is. Szeretnénk ilyenkor nekik azért köszönetet mondani, ahogy említettem, mert segítik a munkánkat, és ilyenkor szép számmal jönnek el, beszélgetni tudunk évelején. Boldog új évet köszönünk, kívánunk egymásnak, és megbeszéljük, hogy idén hogyan tovább. 2014 véget ért. Milyen volt ez az esztendő az Afrikai Magyar Egyesületnek? A 2014-et is sikerként éljük meg, hisz Afrika szerepe egyre nő, Afrika elismertsége egyre nő Magyarországon. Sajnos Afrikában rengeteg szörnyű dolog is történt 2014-ben, és remélem 2015 ebből a szempontból jobb lesz, hisz ha megemlítjük csak az ebolát, amely visszavetette Afrika hírnevét, visszavetette Afrika jó hírét, pedig azért az eboláról azt mindenképpen el kell mondani, hogy bár nagyon szörnyű dolog, hogy 10 000 ember lassan halott lett ebben a járványban, mégis azért évente több mint 250 000 halnak meg csak ezen a környéken maláriában, és ez senkit nem riaszt el Afrikába látogatástól. Mégis ez az ebola visszatartott embereket, sőt meg is bélyegzett, stigmatizált afrikaiakat. Sok rendezvényt le is mondtak, hogy nehogy valamilyen módon fertőzést kapjanak. Én remélem, hogy pozitív év lesz, és remélem, hogy még tovább erősödik az a társadalmi igény, hogy megismerjük az afrikai kultúrákat, és erősödik az a társadalmi igény, hogy megértsük, hogy Afrika a következő évtizedek gazdasági motorja lesz. Balogh Sándor megkapta 2014-ben az év vállalkozója díjat. Mit jelent ez a díj, és hogyan lett ez eldöntve?
a Vállalkozók Országos Szövetsége díját kaptam. Én azt gondolom, hogy ez annak a munkánknak az elismerése, és személy szerint az én munkámnak is, hogy olyan üzleteket viszünk, amelyekből civil dolgokat támogatunk, olyan üzleteket viszünk, amelynek a nyerességét a társadalom jobbulására, a közjó érdekében próbáljuk felhasználni, és remélem ez sikerül is, és remélem még sok ilyen sikeres évünk lesz, és sok mindenkinek tudunk segíteni, lett légyen az Afrikában, vagy Magyarországon, Szerencsen, Budapesten, vagy a világ bármely táján. A jeruzsálemi Szent Lázár katonai és kórházi lovagrend tagja Nyári Éva a segítő munkájáért kitüntetést adományozott Balogh Sándornak. Balogh Sándor segíti az elesetteket Afrikában és Magyarországon egyaránt. Példaértékű kitartása, akarata és hite van. Magyarországon van egy nagy perjelségünk, mi a Don Carlos Gereda herceg, spanyol herceghez tartozunk. 37 ország tartozik a lovagrendhez. Magyarországon a taglétszámunk most már több mint 100 fő. És boldogan mondhatom, hogy több mint 90 felsőfokú végzettségű. A Balogh Sándorral és az Afrikai Magyar Egyesülettel mikor a kapcsolatuk, és hogyan ismerkedtek meg Önök? Hát a lovagrenden keresztül, ők 5 éve már a lovagrendünk tagjai, nem csak a Balogh Sándor úr, hanem a vezetőségnek 4-5 tagja, tehát ők egy külön parancsnokságot hoztak létre. Mi már több éven keresztül támogatjuk az afrikai területeken, sőt az ebolás részen is az afrikai rászorultakat. Van egy főorvosunk, aki az ebola sújtott területeken dolgozott, ő a honvédség keretein belül, dr. Pellek Sándor főorvos sebész, aki dolgozott személyesen is az afrikai országokban, és hónapokig vezette és segített, közreműködött a gyógyításban. A Balogh Sándor úrral, mint említettem, 5 éve nagyon jó a kapcsolatunk, és mint említettem, főleg az adományok, tehát az afrikai területeken lévő adományok és egyéb jótékonysági missziónak az egyik vezetője. Ma Balogh Sándor úr átvehetett Öntől egy kitüntetést. Mi volt ez a kitüntetés, és miért kapta ő ezt a kitüntetést? Igen. Hát ez 2 évvel ezelőtt ők indítottak egy nagy szállítmányt, egy nagy kamionnal. A kamion nagy része az ő adományuk, és mi kiegészítettük a Szent Lázár lovagrend. Kísérte ezt a kamiont a Szent Lázár lovagrend egyik kocsija, 3 fővel, tehát volt újságíró, fotós és lovagrendünk tagja, tehát ők felügyelték az adományoknak a megfelelő helyre való szétosztását és eljutását. És ebben nagyon nagy szerepe volt a Balogh Sándor úrnak, az ő szervezésében jöhetett ez létre, és gyakorlatilag mi már kerestük azt az alkalmat, hogy át tudjuk neki adni ezt a kitüntetést. Erről én beszámoltam Don Carlos Gereda Bourbon hercegnek, aki a nagymesterünk, és mint ahogy említettem, ő is kérte a egyesületekre az Isten áldását, és kívánta, hogy még sokáig tudjunk együtt ilyen karitatívan dolgozni. Az eseményen részt vett Bogoly Levente, Bekecsi Lakos és a Novatán stúdió táncosa is. Az ifjú táncos a Happy című dal klipjében is szerepelt, ezután kérték fel az új évköszöntő rendezvényen való fellépésre. A Csoki Fesztivál idején Pharrell Williamsnek a Happy című számára csináltunk a szerencsiekkel, illetve a bekecsiekkel egy videót, és ebben én táncoltam, és ezáltal megkértek, hogy jöjjek ide táncolni, és most egy verbunkot táncoltam. Hogy érezted itt ma magad a fellépés előtt, illetve most így utána? Hát jó érzés volt, megtiszteltetés volt, hogy én itt táncolhattam.
Egy kicsit izgultam a fellépés előtt, de annyira nem. A köszöntők után a Los Andinos együttes, a dél-amerikai Andok-hegységben élő népek változatos és gazdag népzenei anyagát gyűjti össze, melyet be is mutatott a népes vendégseregnek. A magyar hangulat után egy kontinensváltás következett, hiszen ázsiai művészek tradicionális táncokat adtak elő. A műsor a tanzániai Serengeti Troop tagjai zenés-táncos produkciójával ért véget. A nagyszabású esemény keretében az idei esztendő terveiről elhangzott, hogy az AHU szeretné folytatni az orvosi missziók szervezését Afrikába, illetve szeretnék tovább bővíteni a már meglévő irodahálózatukat gambiai székhelyű irodával. Az Afrikai Magyar Társaság elnöke arról is szólt, hogy céljai között szerepel a magyar diákok segítése is, ösztöndíj program keretében szeretnék eljuttatni a tanulókat Afrikába. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola nyílt napot szervezett január 15-én, ahová ez alkalommal is közel 800 középiskolás diák érkezett Borsodobó-Zemplén, Nógrád és Heves megyéből. A rendőri hivatás iránt évről évre nő az érdeklődés, hiszen kecsegtető az, hogy a követelmények sikeres teljesítése után a végzősök biztos álláshoz, ezáltal megélhetéshez jutnak. A rendőri pálya népszerű a fiatalok körében, hiszen az elmúlt tanévben is ötszörös volt a túljelentkezés a Miskolci középiskolába. A magyar rendőrség számára is fontos az utánpótlás megtalálása és felkutatása. Az esemény résztvevőit Vereckei Csaba, a Borsodobó-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság vezetője köszöntötte, majd beszédében kiemelte, hogy biztos és kiszámítható jövőt kínálnak az érettségizett fiataloknak. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a szakma szépségei mellett a képzés során felmerülő nehézségeket, problémákat is igyekeznek megmutatni a hivatás iránt érdeklődőknek. A szakmai program megerősítette a diákokat abban, hogy a felelősséggel és kötelességgel együtt járó hivatást válasszák. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola nyílt napjára ellátogató, pályaválasztás előtt állók bepillantást nyerhettek az oktatási intézmény mindennapi életébe, a lendő rendőrtanulók képzésének sokrétűségébe, valamint ismereteket kaptak az elhelyezkedési lehetőségekről is. Az érdeklődők részt vehettek a bűnügyi, határrendészeti és a közlekedési szakkabinetek bemutatóin, a szituációs lőtér megtekintése mellett többek között leendő szálláshelyeikre is bepillanthattak.
Szerencsről is lehet, ezt bizonyítja Kun Szabolcs szerencsi vállalkozó példája. A szerencsen bejegyzett és indított Minerva Soft Kft. Alapítója beválasztásra került Magyarország 50 példaképe közé. A 2014-es év 50 példaképét a Példakép Alapítvány kuratóriuma és elismert szakemberekből és üzletemberekből álló zsűrije választotta meg. A példaképdíj célja, hogy megismertesse és elismertesse a nyilvánossággal a sikeres fiatal magyar vállalkozókat. Szabolcs 32 évesen két sikeres informatikai cég építésével is foglalkozik. Szerencsen bejegyzett cége a Minerva Soft internet alapú telefonrendszerek fejlesztésével foglalkozik, illetve a mára más stockholmi központú Aranim Technologies AB számos nemzetközi sikert tudhat magáénak. A szakmám az műszaki informatikus, tehát alapvetően a szoftverfejlesztés az innen jön. A telekommunikáció az meg egy hobbiból jött. Berlinben volt lehetőségem egy évig gyakornokként tevékenykedni egyetem alatt, és elkezdtem egy kis chat programot, ilyen szöveges üzenetküldő programot készíteni rengeteg szabadidőm közepette. És hát a vége az lett belőle, hogy ha átmegy az üzenet, akkor átmegy a hang is. Egy jó évvel később elkészült az első hangátviteli szoftverem, amit sikerült értékesíteni különböző helyekre, és még az első nagyobb projektet az egyetemi diploma megszerzése előtt sikerült lezárni, ez volt a Megafon, az Econet RT-nek, Externetnek az IP telefóniás kliense, és én belementem abba a butaságba, hogy elmentem egy állásbőrzére rögtön a diploma megszerzését követően. Én termelésirányítási logisztikával, tehát termelésirányítással és logisztikával foglalkoztam, ez volt a szakirányom. Illetve hát ugye emellett volt a hobbim a telekommunikációs szoftverfejlesztés, és hát úgy ragadtam ebbe az egészbe bele, hogy a logisztikáért x forintot fizettek volna, a telekommunikációért meg 3x-et, maradt a hobbi. Nekem óriási előny az, vagy nagyon sokat adott az, hogy szüleim vállalkozók voltak. Nem feltétlen azért, mert a mai vállalkozásom kapcsán tudtak volna napi szinten tanácsot adni, hisz az én szakmám már teljesen eltér az övékétől, hanem egyszerűen egy olyan dologban nőttem bele, egy olyan szituációba, ahol végignéztem azt, hogy mit jelent Magyarországon vállalkozni, annak milyen buktatói vannak. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és még annak ellenére is, hogy volt előttem példa, illetve kaptam tanácsot bizonyos dolgokban, még így is sokszor úgy tanultam meg dolgokat, hogy nekem is el kellett követnem ugyanezeket a hibákat, vagy legalábbis egy részét ezeknek a hibáknak. Ezúton is köszönöm nekik, hogy azokon a pontokon, amiket említettem, hogy elakadunk, nem tudunk tovább menni, kell-e ezt nekünk csinálni, stb. Ezeken azért nagyon sokszor átsegítettek, szimplán csak egy jó szóval, vagy egy mondattal. Illetve folyamatosan ott volt előttem a példa, hogy ez egy hosszú út, tehát itt kitartásra van szükség. Ez erőt ad, ez egy rendkívül fontos dolog. Azok a szoftverek, amiket kezdetben értékesítettem, azért nem tudtak már akkor sikert hozni, ellentétben az elmúlt egy-másfél évvel, mert még nem volt hozzá infrastruktúra. Tehát amiket én programoztam, azok mind internet alapú kommunikációs megoldások, és egyszerűen egy 6-8 évvel ezelőtt még nem volt Magyarországon olyan az internethálózat, hogy jó minőségben hangot lehessen átvinni rajta. Késleltetés volt, döcögött a beszélgetés, nem volt használható. Igazából az elmúlt 4-5 év hozta meg azt a hátteret, és ezáltal az áttörést, hogy ezt tényleg pénzre lehetett váltani, komoly ügyfeleket lehetett szerezni, akik napi szinten már ezeket a technológiákat használják. A Cryptolka hívást titkosító megoldásunk, amivel titkosítani lehet a mobiltelefon hívásokat. Még most vagyunk áttörés előtt, 2-3 év múlva sokkal jobb adottságok lesznek ahhoz, hogy egy ilyen jellegű terméket értékesítsünk. Nagyon gyerekcipőben jár még a piac, és az információ tudatosság is, tehát még nagyon sok cég úgy van ezzel, hogy nekem nem lehet bajom. És ennek pedig az oka az, hogy az ilyen jellegű kárt, tehát hogy valakit lehallgatnak, azt nem lehet detektálni, ez csak akkor derül ki, hogyha adott szituációban az ember elé teszik a rögzített hangfelvételt, és azt visszahallgatja. Egyébként meg úgy érheti őt kár, hogy arról igazából tudomást sem szerez. Telefon is gyakorlatilag ugyanolyan, mint ha már egy számítógép, hogy vírusírtó kell rá, meg tűzfal, meg titkosítani kell az adatot, amit kiküldünk róla.
ugyanez gyakorlatilag, amit mi csinálunk, csak mobiltelefonra. Nekünk a célunk az lenne, hogy a kripto technológiának megtaláljuk azt a helyét, ahova mi ezt beintegrálhatjuk, és ami lehetővé teszi azt, hogy mi több 10 millió embert akár elérjünk. Én attól félek, hogy ezt nem saját erőből kell megcsinálni, hanem meg kell találjuk azokat a nagy cégeket, akiknek a portfóliójába ez a szolgáltatás mint termékbe illeszthető. Ez alapvetően a terv. A Minervatel az viszont igenis egy olyan szolgáltatás, ez egy picit konzervatívabb szolgáltatás, kvázi a romlási ideje lényegesen hosszabb, mint a kriptolké. Azt nagyon szívesen visszük akár a végtelenségig, az egy nagyon jól kontrollálható biznisz, ugyan kisebb biznisz, kevesebb potenciál van benne, mint egy kriptolkban, viszont rengeteg olyan alkalmazási terület van még a fejünkben, és olyan új funkció, amivel még 8-10-15 éves távlatban is a megújulását tudjuk garantálni ezeknek a szolgáltatásoknak. Azoknak a cégeknek, akik a mi bevőink, nem kell a jövőben beruházniuk telefonközpontba, hanem úgymond felhő alapon szolgáltatjuk nekik, tehát mi egy szolgáltató központot hoztunk létre, ez egyébként ma Németországban van. Az összes telefonvégpont, amit telepítünk, például itt az irodai asztalokon is nálunk, ami az irodában van, ez nem egy helyi telefonközponthoz kapcsolódik interneten keresztül, hanem a német szerverekhez. És ezekhez a szerverekhez mi hozzá tudunk kapcsolni 65 ország 5000 városából telefonvonalakat. Ezáltal úgy is hívhatnánk csúnyán, hogy ez egy ilyen világtelefonközpont megoldás. Ha nekem ma magyar cégnek például Angliában vannak ügyfeleim, és mondjuk egy ügyfélszolgálatot akarok üzemeltetni vagy létrehozni az angol ügyfeleimnek, akkor a mi cégünk képes mondjuk nyújtani egy angol helyi számot, tehát mondjuk egy londoni telefonszámot, amit az ügyfelek helyi hívásdíjáért hívhatnak. Az interneten keresztül eljön a mi központunkban, onnan pedig kapcsoljuk a megfelelő telefonvégponthoz, bárhol legyen az Európában. Kezdetben a virtuális telefonközpont és call center szolgáltatás, illetve a telefontitkosító szolgáltatás is a Minervasoftban volt. Viszont azt látjuk, hogy a kriptolknak sokkal rövidebb az életciklusa, mint a Minervatelnek. Ez azt jelenti, hogy nekünk a következő 3-4 évben ebből valami olyan léptékű sikert kell kihoznunk, ami gyakorlatilag akár egy exitig, tehát egy cégértékesítésig elviheti ezt a terméket. Én azt gondolom, hogy a következő 2-3 év arról kell, hogy szóljon, hogy felépítjük a céget, cash pozitívvá tesszük, tehát egy pozitív mérlegű céget csinálunk, amit utána megfelelő helyre tudunk értékesíteni. Az álmok megvalósítása sosem egy egyszerű harc, tehát amire feltétlenül fel kell készülni, hogy állandó jelleggel lesznek nehézségek, és a vállalkozó egyik legnagyobb feladata, én azt gondolom, pont a folyamatosan generálódó nehézségek és behatásoknak a megoldása. De amit mindenképpen hozzá tudnék tenni, hogy én magam ezt nem tudnám máshogy csinálni, tehát ha az embernek vannak álmai, aminek a megvalósításához az kell, hogy ő vállalkozzon, tehát látszik, hogy máshogy nem lehet oda eljutni, akkor nem szabad félni, bele kell vágni, de azért azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy ezt csináljuk ésszel, hogyha lehet. Tényleg minél meggondoltabban, mert nagyon sok év munkáját is egy nap alatt tönkre lehet tenni. A másik dolog, hogy dolgozzunk keményen, és ami talán a legfontosabb, hogy ez egy hosszú út lesz valószínűleg, tehát azok a csodák, hogy valaki egy-két év alatt épít egy céget, és utána hirtelen abból óriási siker lesz, ezek azért a ritkább dolgok, ez egy hosszú út, de próbáljuk meg menet közben is jól érezni magunkat. A horvátországi Szupetár település küldöttsége érkezett Tokaj városába. A helyi hotel Kelebben Ivana Markovics, Szupetár polgármestere és Posta György, Tokaj polgármestere január 16-án írta alá a testvérvárosi szerződést. Tokaj és a horvátországi Szupetár város delegációja tavaly áprilisban egy nemzetközi gasztronómiai fesztivál keretein belül találkozott Brak szigetén, ahol Dóka János és Siku Lóránt önkormányzati képviselők szándéknyilatkozatban állapodtak meg arról, hogy a települések testvérvárosi kapcsolatot alakítanak ki egymással.
A tavalyi látogatás után idén januárban Szupetárváros delegációja Tokajba látogatott, ahol ünnepélyes keretek között Ivana Markovic, Szupetár polgármestere és Posta György, Tokaj polgármestere írta alá a testvérvárosi szerződést. Posta György szerint Tokaj a találkozások városa, hiszen itt ér össze az Alföld Zemplén hegyeivel. Itt folyik a Bodrog a Tiszába, és a két település itt, ezen a helyen köti meg megállapodását. Ennek az apropója azért is érdekes, mert hogy Szupetárváros képviselőtestvérnek is ez az első testvérvárosi kapcsolata, és azt gondolom, hogy ez egy olyan jó érzés, hogy egymásra talált most ez a két város, és azt gondolom, hogy nagyon komoly kapcsolatokat fogunk építeni, és nagyon, nagyon tartalmas együttműködést fogunk kötni a Szupetár testvérvárosunkkal. Hogyan jött az ötlet, és miért pont ezt a települést választották testvérvárosnak? Ez egy érdekes dolog. Ugye 2013-ban volt egy kapcsolatfelvétel, és a kapcsolatfelvételben Magyarországról kiszármazott horvátok voltak, akik ugyanúgy szeretik a tokai bort, mint a dalmát borokat, és ez adta az ötletet, hogy megkeressék Tokajt, és 2014-ben volt kint két képviselő, és akkor volt egy szándéknyilatkozat, aminek a mai nap lett az az eredménye, hogy aláírtuk a testvérvárosi kapcsolatot. Úgy gondolom, hogy sok minden összeköt minket. Igaz, hogy turizmusban jóval előttünk járnak. Mi meg előttük járunk a borkultúrában, az ő borkultúrájuk azért fejletlenebb, de a turizmusban sokkal, de sokkal nagyobb eredményeket érnek el az adottságaik miatt. Mi pedig a mi adottságaink miatt előbb járunk a borkultúrában, tehát van mit tanulnunk. Nekünk a turizmus kell megtanulnunk tőlük, ők megtanulhatják tőlünk a borkultúrát, tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan találkozás, ami mindenképpen összehozza majd ezt a két települést. Azt gondolom, hogy sok olyan közös célt tűztünk ki, ami tényleg tartalmas együttműködés fog majd eredményezni a jövőben. Melyek ezek a célok? Hát ugye természetesen mindenképpen említeni kell a turizmust, említeni kell borkultúrát. És hát mi szeretnénk gazdasági kapcsolatot is kialakítani velük. Mi úgy gondoljuk, hogy ebből a kapcsolatból tényleg kijöhet olyan együttműködés is. Ugye nekünk nagyon sok Európai Uniós tapasztalatunk van. Ők egy éve kerültek az Unióba. Igazából most kezdik el ezt az uniós forrásoknak a pályázását. Nagyon sok segítséget tudunk nekik ebben adni, és ők külön ezért végigjárták az összes olyan intézményünket, amelyet mi uniós forrásokból újítottunk föl, és ugye el vannak ájul, hogy milyen eredményeket lehet elérni ezekkel a forrásokkal. Ezeket a tapasztalatokat szeretnénk nekik átadni, és azt gondolom, hogy ez most egy pont olyan stádiumban van, ahol olyan segítséget tudunk nekik adni, ami nekik egy hatalmas lehetőség, mert az összes intézményük rettentően elmaradott, még a háború előtti állapotok vannak, és nagyon, nagyon büszk. Nagyon büszkén mondták, hogy van mit fejlődniük ebben a kérdésben, és mondták, hogy legyünk büszkék arra, hogy milyen intézményeink vannak, mert a mi intézményeink ugye tényleg nagyon szépen meg vannak csinálva az uniós forrásokból, és azt gondolom, hogy ezek a tapasztalatok fontosak lehetnek a számukra, illetve én azt gondolom, hogy a bor lehet még egy olyan esély, amiben ott a Dalmát tengerparton, ha Tokajból is meg tud jelenni, akkor azt gondolom, úgyis nagyon sok magyar nyaral ott, tehát egymásra talál ott is, és ezt képviselő úr is említette, hogy majd a magyar turisták lábukat a tengerbe mártogatva a tokai bort fognak inni, tehát azt gondolom, hogy tényleg egy olyan kapcsolat lehet, ami nagyon sok eredményt hozhat mindenki számára. És úgy érzem, hogy ők pedig az olívaolajjal és egyéb olyan rájukra jellemző termékkel megjelenhetnek Magyarországon vagy a városunkban, ami azt gondolom, hogy tényleg előre viheti gazdaságra és a két városnak a kapcsolatát. Az Adriai tengeren fekvő Brak-sziget fővárosa Szupetár 1827 óta tölti be ezt a funkciót. A települést 1800-an lakják, s bár jelentősebb műemlékei nincsenek, könnyű megközelíthetősége révén, valamint hangulatos kikötője, utcái, szállodái, vendéglői és homokos strandjai miatt kedvelt üdülőhely. A város polgármestere örömmel írta alá a testvérvárosi megállapodást, hiszen a közelmúltban Európai Unió tagállambeli Szupetár első testvérvárosa Tokaj.
Supetar je jedini grad na otoku Braču, 45 minuta trajektne linije je udaljen od poznatog grada Splitu. Supetar, Brač-sziget egyetlen városa, 45 perc kom távolságra fekszik Dalmácia központjától, Splittől. Supetar elsősorban turizmusáról, vállalkozásairól, kőfaragóiról és olivatermesztéséről ismert. 2014. évi szezon rekord volt a vendégéjszakák számának tekintetében, amely meghaladta az 500 ezeres nagyságot. Ez volt 1989 óta a legmagasabb vendégészaka szám. Minden projekt és beruházás, amit megvalósítunk, összhangban van a turisztikai szálláshelyek minőségi fejlesztésével. Hogyan kerültek kapcsolatotok a jön? A két város közötti kapcsolat a közös magyar barátainkon keresztül kezdődött el, akik Splitkában, Szupetárváros üdülők körzetében élnek. A tavalyi évben elkészült a szándéknyilatkozat mindkét fél részéről, és a mai napon megtörtént a hivatalos aláírás. Szupetárnak ez történelmi jelentőségű és különbözkeséggel tölt el minket, mert az első testvérvárosi szerződést a világhírű Tokaj városával kötöttük meg. Hogyan érzik most magukat Tokajban? Nagyon szép itt minden, a város gyönyörű, lenyűgöz a bor kultúrája és a tradíciói. Különösen elégedettek vagyunk, és köszönjük a meghívást és a vendéglátást Tokaj városának. A szerződés aláírása után Szupetár küldöttségének érdekes programokkal készültek a vendéglátók. Az esemény résztvevői borkóstolásokon vettek részt, melynek keretében megismerkedtek a legfinomabb hegyaljai nedűkkel, majd a szőlő és borszentelés ceremóniájába is betekintést nyerhettek. A horvátországi delegáció megtekintette a Tokaj városának intézményrendszerét, színházát és a fesztiválkatlanba is kaptak idegenvezetést. A jövőben mindkét fél bízik a hosszantartó, gyümölcsöző együttműködésben. Vince napi szőlő és borszentelésre várták az érdeklődőket január 17-én délelőtt a Tokaji Szerelmi Pince sorra. Hogyha szépen félik Vince, megtelik borral a pince. Akkor a mondással 2015-ben igazán nem lesz panaszra oka a tokai borászatoknak. A Vince napi szőlőszentelés alatt ragyogóan sütött a nap. A verőfényes napsütésben megtartott programsorozat a Szerelmi Pince soron kezdődött, ahol kóstolóval és disznótoros ételekkel, hurkával, kolbásszal, tepertővel és toroskáposztával várták az érdeklődőket. A hagyományos téli programon a résztvevők, a szőlészek és a borászok, a borbarátok az Európai Borlovagok Magyarországi Konzulátusának vezetésével vonultak a hétszőlő birtokra, ahol Kertész Ferenc, római katolikus plébános, Gorcsa György, görög katolikus parókus, Kis Gergely Márton, református lelkipásztor, valamint Asztalos Rihárd, evangélikus pap áldotta és szentelte meg a szőlővesszőket. Ezután 15 pincészet új borát is megszentelték, és megáldották a történelmi egyházak képviselői. Az eseményen részt vett a horvátországi testvértelepülés Szupetár delegációja is. Bardáné Csépke Mária, a Megyasszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola, informatika, kémia, matematika szakos pedagógusa, a Geomatek elnevezésű projekt feladatait alkalmazza a tanórákon. A program legfőbb célja, hogy a természettudományos tantárgyakat megszerettesse a diákokkal, valamint azt, hogy láthatóvá és érthetővé tegyék a bonyolultabb feladatokat. A pedagógusok szerint a matematika fejleszti a legjobban gondolkodási képességet, a memóriát, valamint a tanulási eredményességet. Azonban a mai általános iskolás kisdiákok okostelefonjuk, táblagépük, valamint számítógépük világában töltik mindennapjaikat, így át kellett gondolni a szakembereknek, hogyan lehet ezeket az informatikai, telekommunikációs eszközöket is használni az oktatásban. Napjainkban már a matematika oktatásban is beköszöntött a digitális korszak, hiszen egyre nagyobb teret hódít az egyik legismertebb matematika természettudományos szoftver, a GeoGebra. A nemrégiben útjára indított Geomatek projekt pedig több általános iskolában is bevezetésre került, köztük a megyeszói Mészáros Lőrinc körzeti általános iskolában is. A Geomatek projekt egy kiemelt közoktatási projekt, egy két éves időtartamú, és 2014 nyarán kapcsolódtam be ebbe a projektbe, jelentkeztem egy továbbképzésre,
aminek eredményeképpen megismertem bővebben a projektnek a célkitűzését, és trénerképzésen vettem részt, és 2014 őszétől pedig részt veszek az akkreditált pedagógus továbbképzésekben, mint oktató. Mi a programnak a célja? A programnak a célja, az egyik célja a matematikát, illetve a természettudományos tantárgyaknak a megszerettetése, játékossá, élményszerűvé és láthatóvá tétele, kicsit közelebb hozni ezeket a tantárgyakat a gyermekekhez. Ehhez segítség GeoGebra nevű program, amit nemzetközi berkekben már régen használnak. Én is 2010-ben ismerkedtem meg ezzel a programmal, és már használtam itt az iskolában. Azért is keltette fel az érdeklődésemet ez a projekt. Melyik osztályokban lehet ezt alkalmazni, illetve mik az eredmények? Magát ezt a GeoGebra programot, illetve az ehhez kapcsolódó digitális tananyagokat gyakorlatilag alsó tagozattól egyetemig, tehát akár a felső oktatásban is lehet használni és alkalmazni. Az eredmények, én úgy gondolom, hogy magának a számítógépnek a motiváló hatása, ez már évek óta látható, hogy óriási. Nagyon szeretik a gyerekek, ha az órákon számítógéppel segítjük a megértést, és pozitív volt, amikor először találkoztak ezzel a programmal. Milyen feladatokat lehet ezzel a programmal megoldani? Mi az újszerűsége? Nagyon sok a matematikának és a természettudományos tantárgyaknak sok területén használható ez a program. Akár az algebra, akár a geometriát nézzük, de ha lebontjuk függvényekhez, valószínűségszámítás, geometria, de akár egyenletmegoldásokhoz, arányossághoz, és ezt sorolhatnám, és testekhez, mivel 3D-s változata is megjelent most már. Úgyhogy nagyon sok mindenre lehet használni. Hát az újszerűség, amit már mondtam, hogy látványosabban, láthatóbbá teszi magát a matematikai feladatokat. Nagyon egyszerűen használható, amelyet az is bizonyít, hogy egyre több tanár is felfedezi a feladatok előnyeit és beépíti a tanórákba. A számítógépes program mindazt a tananyagot tartalmazza, amelyet a Nemzeti Alaptanterv előír. A tervek szerint 1200 matematika és 600 természettudományos tananyag lesz térítésmentesen, amelyet általános iskola első osztályától az érettségiig használhatnak mind a diákok, mind a pedagógusok. Kulcsár Anitára, a szerencsi születésű, a világhírű beállós kézilabdázóra emlékeztek ismerősei, barátai, családtagjai és a város lakói január 21-én Szerencsen. A Rákóczi Zsigmond Református két tanítási nyelvű általános iskola aulájában a művészeti iskola pedagógusai Szirma Andrea és Elek Boglárka szívhez szóló dallamokkal emlékezett a sportolóra. Nyíri Tibor alpolgármester idézte fel a sportoló pályafutását, a játék iránti szeretetét. Az alpolgármester beszédében szólt arról, hogy a fiatal, életerős sportoló Szerencsről a Rákóczi Zsigmond általános iskolából indult el a profi sport irányába, amelyet elsősorban szüleinek, Kulcsár Sándornak és Kulcsár Sándorné Kati néninek köszönhetett. A válogatott kézilabdázónak szülei adták át a sport szeretetét. Nyíri Tibor kiemelte, hogy Kulcsár Anita útja Szerencsről Nyíregyházára vezetett, majd Rába Eto csapatában folytatta felfelé ívelő pályafutását. Nyíri Tibor arra kérte a pedagógusokat, hogy a Kulcsár Anita szép példáját állítsák a szerencsi fiatalok, diákok elé, hangsúlyozva azt, hogy lehet világszínvonalra eljutni a szerencsi általános iskolából. A 10 éves kora óta kézilabdázó Kulcsár Anita bebizonyította szüleinek és a világnak azt, hogy tehetséggel, szorgalommal és kitartással minden álmát valóra váltotta, hiszen a címeres mezt 166-szor viselte, melyben 403 gólt lőtt.
A beszédet követően az emlékezők a művészeti iskola pedagógusainak hegedű és zongora játéka mellett egy-egy szál sárga rózsát helyeztek el a világklassz és kézilabdázó domborműve előtt, a szerencsi Rákóczi Zsigmond református két tanítási nyelvű általános iskolában. A Társadalmi Megújulás Operatív Program Innováció a Bocskaiban című pályázat keretében látogatott el január 16-án a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnáziumba Jelenics István, piarista szerzetes, tanár. Az interaktív előadásból a gimnázium diákjai megtudhatták, hogyan lett Jelenics István piarista tanító, illetve az is kiderült, hol töltötte a gyermekkorát, általános és középiskolás éveit. Bodnárné Göndör Magdolna igazgatóhelyettes köszöntötte a diákokat, majd röviden bemutatta az előadót a diákoknak. Az üdvözlő gondolatok után az előadó lépett a mikrofonhoz, aki elmesélte életét a fiataloknak, és azt, hogyan lett piarista szerzetes. Jelenics István hangsúlyozta, hogy a háború után a család ismerősöknél, barátoknál húzta meg magát, majd 1951-ben a sok megrázkódtatás után leérettségizett a budapesti piarista gimnáziumban. Az interaktív előadás keretében az is elhangzott, hogy már a maturálás után piarista akart lenni, azonban a felnövekvő nemzedékek számának korlátozása miatt csak a bölcsészkar elvégzése után 1955-ben lépett be a piarista rendbe, majd 1959-ben szentelték pappá Egerben. A pap felidézte a piarista éveket, a cserkész mozgalmakat, a kirándulásokat, táborozásokat, ahol jól érezték magukat a fiatalok. Jelenics István többek között arról is szólt, hogy egész életében a kereszténység világa vette körül, nem a családi otthonban, hanem a diákok között talált szellemi otthonra. Az érdekes tájékoztatóról hasznos információk birtokában távoztak a Bocska István Katolikus Gimnázium diákjai. Immár 9. alkalommal várta január 17-én Szerencsen a Buffalo Market a régiségek iránt érdeklődőket. A felhozatal igazán bőséges volt, hiszen a könyvek, bútorok, festmények, órák, motorok, lakásdíszek mellett számtalan használati tárgy és megannyi a múltat idéző darab várta az étterem körüli parkolóba érkezőket. A szekrények, pincék, padlások mélyéről előkerült és leporolt kincsek közül válogathattak az érdeklődők. A régiség vásár lehetőséget adott, hogy a feleslegessé vált, azonban kifogástalan állapotban lévő hagyatéki örökségeket, tárgyakat megmutassák az érdeklődőknek és a vásárlóknak. Az étterem udvarán érdekes és értékes relikviákat, régi motorokat is megszemlélhettek a látogatók. A rendezvény lehetőséget adott, hogy a feleslegessé vált, azonban kifogástalan állapotban lévő hagyatéki örökségeket, tárgyakat megmutassák az érdeklődőknek és a vásárlóknak. Élelmiszerekből is gazdag volt a kínálat. A kiállítók között kézműves sajtok, csokoládék, kézzel készített ékszerek is megtalálhatók voltak. Az igazi műértők a kiállított tárgyak között megtalálhatták az érdeklődésüknek megfelelő régiségeket Szerencsen, a Buffalo Bill étterem parkolójában megrendezett régiségvásáron. A téli hónapokban a közúti közlekedési balesetek jellemző oka, hogy a gépjárművezetők nem a megváltozott időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. A legtöbb problémát többnyire a változó tapadó képességgel rendelkező útburkolat, valamint a romló látási viszonyok okozzák. A téli időjárás beköszöntével fokozott figyelmet kíván mindenkitől a közúton, lakott területen történő közlekedés és a szabadban tartózkodás is. Minden esetben a balesetek, tragédiák megelőzése a cél. A téli közúti közlekedés jellemző veszélyei a csúszós, jeges utak, a változó időjárási körülmények, a hótorlaszok, elzárt útvonalak, a csökkent látótávolság, valamint a kényszer megállások. Mindezeken túl az egyik legfontosabb a téli gumik használata. Tévhit, hogy ezeket az abroncsokat csupán havas utakon érdemes használni. Akkor is téli gumival induljunk útnak, ha éppen nincs hó, hiszen a nyári köpeny már plusz 7 foknál csúszni kezd, fagypont körüli hőmérsékleten megmerevedik, és a csekély tapadás miatt használata veszélyessé válik. A hideg évszakokban közlekedőknek tehát érdemes megjegyezniük, plusz 7 Celsius fokos hőmérséklet alatt saját és embertársaink biztonsága érdekében javasolt a téli gumiabroncsok használata. A rendőrség erre idén is felhívja a közlekedők figyelmét. Ez a mostani tél ez kicsit érdekesen alakul, ugyanis
az egyik nap akár 20 fok is lehet, a másik nap pedig minuszok, kemény minuszok vannak. Hajnalra általában lehűlik a hőmérséklet. Nagyon oda kell figyelni reggel az indulásnál, a páralecsapódás minden reggel megjelenik, és minden reggel azt látjuk, hogy lejegesednek mind a járművek, mind pedig az úttest. Az úttest felületére rácsapódó pára, amikor már lefagyott, vagy nehogy Isten ónoszítálás, ónos eső következtében alakul ki jégpáncél, akkor mindenképpen fontos az, hogy megfelelő gumiabroncsokat használjunk. Ebben az időjárásban én mindenkinek azt mondanám, hogy akár már a 4 évszakos gumit is el kell felejteni, téli gumival kell járni az autókkal. Ennek az a sajátossága, hogy 7 Celsius fok alatt mindenképpen téli gumit javasolt használni, ugyanis 7 Celsius fok alatti hőmérsékletnél felkeményedik a nyári gumi, és általában a 4 évszakos gumi is nem biztosítja azt a tapadást, illetve azt a lassulást, amire a gépjárművezetők számítanak, és könnyen megtörténik a baleset. Mindenképpen azt javaslom, hogy elindulás előtt jégmentesítsük az ablakokat, jégkaparóval, jégoldó sprével fújjuk le. Gyakorlatilag az sem árt, hogyha egy kicsit melegítjük, járatjuk az autónak a motorját, és lefújhatjuk a belül képződő párát, hogy ne csapódjon rá rögtön indulás előtt, utána a szélvédőre. Ez azért fontos, hogy minél inkább tudjuk észlelni a körülöttünk lévő forgalmat, mert akár a pára, akár a jég olyan kilátásgátló tényezőként jöhet számításba, ami könnyen balesethez vezethet. Mindenképpen fontos, hogy az autósok figyeljenek oda a világító testeknek a tisztaságára, ezeket meg kell tisztítani, hogy időben észlelhessék a közlekedők azt, hogy mit szeretnénk a közlekedésben csinálni, akár egy kanyarodást, akár egy lassítást. Illetőleg az ablaktörlő lapátunknak a gumiait nagyon fontos ilyenkor ellenőrizni, meg kell nézni azt, hogy ne csíkozzon, mert ez szintén megzavarhatja a vezetőt a vezetésében. Ami nagyon fontos, hogyha havas úton indulunk el, főleg, hogyha olyan hóról van szó, amikor nehogy Isten még a szél is fúj, és számíthatunk arra, hogy hófúvások lesznek, akkor mindenképpen célszerű takarót bekészíteni a kocsiba, nehogy Isten még lapátot is, hogyha elakadunk, akkor tudjunk segíteni magunkon, és mindenképpen célszerű valamiféle italt. A legjobb, hogyha ez termoszban forró tea, de hogyha nem, akkor legalább víz legyen a kocsiba, ami nincs megfagyva, és amiből tudunk inni. Hogyha elakadtunk, akkor úgy tudjuk megvárni a mentést, hogy legalább folyadékot tudjunk magunkhoz venni. Célszerű néhány doboz kekszet, vagy valami rácsányvalót bentartani, ami akkor felbontható és elfogyasztható. Illetőleg az nagyon fontos, hogy legyen nálunk olyan telefon, ami fel van töltve, tehát hogy tudjunk segítséget hívni. Illetőleg lehetőség szerint úgy induljunk el, hogy legyen elegendő üzemanyag az autó üzemanyag tartályában. Ez azért lenne fontos, mert hogyha elakadtunk és meg kell várjuk a segítséget, akkor hogyha van üzemanyagunk, akkor legalább fűteni tudunk, és véletlenül nem fogunk megfagyni az autóban. A gyalogosok is ilyenkor bátrabbak, amikor leesik a hó. Hogyan tudjuk megelőzni, illetve tudják megelőzni ezeket az esetleges gyalogos baleseteket? A téli közlekedéssel kapcsolatban nem csak a gépjárművezetőkre vonatkoznak szabályok, illetve nem csak feléjük vannak olyan tanácsaink, amit érdemes megszívlelni, hanem a gyalogosok felé is. Úgy gondolom, hogy a gyalogosoknak fokozottan oda kell ilyenkor figyelni arra, hogy hol közlekednek, merre közlekednek, és fokozottan rá kell arra számolni, hogy az autó nem ott fog megállni, mint egyébként száraz úton megállna. Tehát azt kérnénk a gyalogosoktól, hogy ha le van fagyva az út, illetve havas jeges idő van, akkor meg, hogy elindulnak-e át az úttesten, hogyha esetleg még messzebb, távolabb jár a közlekedő jármű, az valószínűleg nem fog olyan rövid úton megállni, mint egyébként más évszakokban. Tehát valószínű, hogy hosszabb úton áll meg, akkor lehetséges, hogy esetleg ebből lesz baleset, hogyha a gyalogos elindult, és az autó pedig már nem tudott megállni. Gyalogosokkal kapcsolatosan szeretném azt elmondani, hogy jelenleg is zajlik Borsod-Zemplén megyében, így a Szerencsi Rendőrkapitányság illetékiségi területén is egy kampány, amiben a gyalogátkerő helyek megközelítését, illetve a gyalogátkerő helyekre vonatkozó szabályok betartását igyekszünk betartatni a közlekedőkkel. Gyakorlatilag ennek kapcsán minden nap 2 óra hosszú időtartamban különböző gyalogátkerő helyeknél látunk el szolgálatot, illetve kollégáim látnak el szolgálatot. Gyakorlatilag itt ellenőrzünk mind a gyalogosokra vonatkozó szabályok betartását, mind a gépjárművezetőkre vonatkozó szabályok betartását. Egyébként a tapasztalatunk az, hogy amikor jelen vagyunk egy-egy gyalogátkelőhelynél, akkor sokkal inkább betartják mind a gépjárművezetők, mind a gyalogosok az ide vonatkozó szabályokat.
Esőben, hóban és ködben a járművek körvonalai elmosódnak, és a valóságosnál távolabbinak látszanak, ezért tartson a szokásosnál nagyobb követési távolságot. A vezetési szokásokban és a vezetési stílusban mindig az előrelátásnak, az óvatosságnak és a biztonságnak kell érvényesülnie. A rosszabb látási viszonyok miatt a járműből a gyalogosok és a kerékpárosok is nehezebben észlelhetők. Fokozottabban ügyeljen rájuk, a gyalog átkelő helyeket a szokásosnál is óvatosabban közelítse meg. Ne feledje, mindenkit hazavárnak! A Szerencs Városi Sportegyesület egyik legsikeresebb szakosztályát alkotják a súlyemelők. A nehéz tárcsákat emelgető szerencsi fiatalok országos és nemzetközi versenyen elért dobogós helyezésekkel bizonyítják tehetségüket. Fekete László nyugdíjba vonulása után a szakosztály tagjai Fekete Diana és Morvai Zoltán vették át az edzői feladatokat a súlyemelő edzéseken. A javuló tárgyi feltételeknek és az edzők lelkiismeretes szakmai munkájának is köszönhető, hogy egyre több fiatal látogatja a tréningeket. A tehetséges és kellő kitartással rendelkező sportolók a szakszerű edzésmunka eredményeként sikeresebben szerepelnek a versenyeken. A szerencsi súlyemelők idén 2 diákolimpiai és 4 országos bajnoki címet tudhatnak magukénak. Összesen 12 versenyen indultak tanítványaink, ebből 6 országos bajnokság volt, különböző korosztályos bajnokságok és a diákolimpia, lett 2 diákolimpiai bajnokunk, ezen kívül pedig 4 országos bajnokunk, több pontszerzőhelyünk és nagyon sok érmes helyezésünk lett a különböző területi versenyeken, illetve a Masters korcsoportot Barna László képviselte a Masters Európa bajnokságon, ahol a pontszerző 6. helyet szerezte meg. A szakosztálynak jelenleg hány versenyzője van, és várjátok-e még a versenyzőket? Jelenleg 22 leigazolt versenyzőnk van, természetesen minden korosztály előtt nyitva állnak a kapuink. Ez azt jelenti, hogy a 8-tól végtelen, tehát a vége az nincs meghatározva, hiszen mondtam, hogy master súlyemeléssel is foglalkozunk, ami azt jelenti, hogy a 35 év feletti korosztályt is várjuk szeretettel. Kinek ajánlanád ezt a sportágat elsősorban? Bárkinek, aki affinitást érez arra, hogy megmérettesse magát, és szereti a kihívásokat, szereti, hogyha az adrenalin szintje a plafonon van. Az edzések hogyan alakulnak egy héten? Hányszor találkoztok a tanítványokkal? A kezdő emelők általában heti 2 edzésre látogatnak el, illetve tehát akik már régebb óta járnak, 4 edzésünk van, hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken, a Tatai Zoltán ifjúsági sporttelepen 5:30-tól egészen este 8-ig vagyunk itt megtalálhatóak. Ugye ez attól függ, hogy milyen edzést végzünk, hogy éppen milyen felkészülési időszakban vagyunk, alapozó, formába hozó vagy versenyidőszak. Jelenleg alapozó időszakunk van, így erősítő gyakorlatokat, illetve a technikai elemek csiszolását tartjuk fontosnak. A Szerencs Városi Sportegyesület súlyemelő szakosztályának jelenleg 22 leigazolt versenyzője van, azonban az edzők folyamatosan várják azokat az ifjakat, akik szeretnének egy családias közösség tagjai lenni és elsajátítani a sportág alapjait, valamint egészségesebben szeretnének élni. A megyei győzelmek, az országos bajnoki címek és a dobogós helyezések jelzik, hogy jó úton halad tovább a szerencsi súlyemelés. 3 egyesület, 5 szerencsi sportlövője, Porkoláb Gábor, Bukovszki Péter, Gombos Levente, Butykai Zoltán, Kövér Dániel indult az elmúlt hétvége különböző versenyein. Január 16-án a Miskolci Egyetem lőterén rendezték meg az Almási Béla emlékversenyt, ahol Butykai Zoltán a felnőtt, Gombos Levente a junior, míg Kövér Dániel az ifjúsági fiúk légpuska 60 lövéses számban szerezte meg az első helyezést. Porkoláb Gábor 2 számban, a junior fiúk pisztoly 60 lövés és a felnőtt férfiak pisztoly 20 lövéses számában állhatott a dobogó legfelső fokára. Január 17-én Nyíregyházán minősítő versenyen szinte megismétlődött a miskolci eredmény. Butykai Zoltán a felnőtt férfiak, Gombos Levente a junior fiúk légpuska 60 lövéses számában, míg Porkoláb Gábor a junior fiúk légpisztoly 60 lövéses számában aratott győzelmet. Hosszú hétvégéje volt Bukovszki Péternek is, aki a szlovéniai Ruszevban vett részt egy rangos európai felnőtt versenyen.
Péter január 17-én a 19. még vasárnap a 36. helyen végzett az Európa világ és olimpiai bajnokokkal teletűzdelt megmérettetésen férfi légpuska 60 lövéses számban. Szerencsi versenyző még soha nem szerepelt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei top 12 A versenyén, ahol az adott év legeredményesebb versenyzői vehetnek részt. Ebben az évben a Szerencsvárosi Sportegyesület asztali tenisz csapatát két versenyző is képviselte, a 2013. évi top 12 B versenyen elért eredmények alapján Stadler Tamás első, Makranci László harmadik helyezéssel meghívást kapott. A sporteseményen Makranci László sérülése miatt nem tudott részt venni, így az SZVS-e csapatát csak Stadler Tamás képviselhette. A megye legjobb 12 versenyzőjét felvonultató asztali tenisz versenyen, ahol MB1 és MB2-es játékosok is szerepeltek, bravúrnak számít az SZVS-e MB3-as játékosának, Stadler Tamásnak elért nagyon értékes harmadik helyezése. Ezzel az eredménnyel Stadler Tamás várhatóan jogosultságot kapott a 2015. évi top 12 A versenyére is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Miskolci veszélyjelző és szolgáltató iroda tájékoztatása szerint Szerencsen és térségében a jövő hét első napjaiban is sok lesz a felhő, esőre, illetve havas esőre kell számítani, azonban megmaradó hó továbbra sem lesz. A hőmérséklet a sok évi átlag felett marad, éjszakánként is kevéssel fagypont fölött alakul. Kedden feltámadhat az északnyugatira forduló szél. Reggelre általában mínusz 1 Celsius fokig csökken a hőmérséklet, napközben 6 fokig melegszik a levegő. Szerencsen és térségében melegfronti hatásra kell számítani. Tisztelt nézőink, a Szerencsi Televízió térségi krónika című műsorát látták. Adásunkat vasárnap 19 órától, kedden 19 órától, valamint szerdán 10 órától ismételjük meg. Új műsorral legközelebb február 1-én jelentkezünk. Kérdéseiket, észrevételeiket a 0620 943 02 28-as telefonszámon és az info@szerencsitv.hu e-mail címre, vagy a Szerencsi Televízió 3901 Szerencs postafiók 44 címre várjuk. A térségi krónika után a Miskolci Nemzeti Színház által készített magazin műsorát vetítjük le, amely a Paraszt Opera kulisszái mögé nyerhetnek betekintést. A kisfilmhez jó szórakozást kívánunk nézőinknek! Bővebb információkat honlapunkon a szerencsitv.hu oldalon olvashatnak. Kérjük Önöket, hogy kövessék figyelemmel híreinket a Szerencsi Televízió hivatalos Facebook oldalán is. Köszönöm figyelmüket, kellemes hetet kívánok! Viszontlátásra! Éppen a Godora várvát próbáljuk, ez a fő próba, még nincs olyan közönség. Holnap már lesz. Nyugáspárti. És holnap megjösszett, hogy sohasem láttál! Ugye? Üvölt. Ennek örömére Rusznyák Gábor kedvenc jelenete következik a Paraszt Operából. Andi fél egykor elmegy, úgyhogy húzzunk bele. Mondjuk a finálét le tudjátok már tolni. De az nem a kedvencem. Ilyen közöset is csinálom, nézd. Mert? Álljatok be oda, kérlek szépen. Így mi. Pintér Béla, Darvas Benedek, Paraszt Opera. Bemutatóra készül a Miskolci Nemzeti Színház teljes csapata. Ő rendezte. Mutatkozz be. Ő pedig a vőlegény.
Krusznyák Gábor. Te is mutatkozva? Dénes Viktor. Dénes Viktor. Nem Dienes, mert az egy másik dolog. Azért választottam ezt a jelenetet, mert ebben úgy eszenciálisan benne van az egész mű. Tehát, hogy ez a félig barokk, félig népzene, nagyon sokat lehet rajta kacagányoskodni, tehát nevetni rajta. Ezek tulajdonképpen egy család történet, és annak a mélyére fogunk látni. Ő a menyasszony. De még nem. Vagy de. De most ő még menyasszony, aki, mint látjuk, áldott állapotban van. Édesapa, a Viktort játszó Viktor által játszott vőlegénynek az édesapja, Viktor mostoha testvére, akivel együtt nőtt fel, és ennek bizony szerepe is lesz. Viktor édesanyja, és akik most még nincsenek a színen, azok majd... Az lesz a meglepetés. Menyasszony szülei, az ő kérője, és egy titokzatos szereplő, akit csak kóbolyként emlegetnek. Tessék! Ivott ez a kislány, onnan megyünk. Mert! Gyerünk! Felvétel van ám. Azért már elkezdtük. Gyerünk! Nándi, ezt beszéltük. Majd ezt kivágod. Mehet! Ivott ez a kislány? Vagy füvet szívott? Akinek ekkora hasonlóan szerintem már egy kicsit jobban kellene vigyázni a magára. Ugyan már, egyszerűen csak boldog, hiszen férjhez megy. Neki ilyen a természete. Furcsa kis széllebélecélkel. Furcsa kis széllebélecélkel. Furcsa kis széllebélecélkel. Gyermek ilyen naív. Gyermek ilyen naív. Furcsa kis széllebélecélkel. Meg székhez. Én betekném a száját is. Nem, ez már túl szép. Túl szép a vőlegény. Vigyázz, mostoha testvéred ő. Igen, csak mostoha. Mégis más kislányt vezet oltár elé méghozzá sürgősen, mert a menyasszony már domborodik. A menyasszony domborodik, a magyarság szaporodik. Én a helyedben inkább sírnék, mert a te kezed még ma megkéri a degenerált állomás főnök. Azt csak hiszed. A félkarú váltókezelővel vedel a depresszió presszóban. Nagyon erős szervezet, nem tud annyit inni, hogy ne jöjjön el. Kivéve ha lángoló abszintot iszik, attól bonyítani kezd, és addig nyalogatja a saját cipőjét, amíg el nem alszik, amíg el nem alszik. Akár eljön ma este, akár nem, te úgyis a felesége leszel. Te úgyis a felesége leszel, mert a mostoha apád eladott neki két holt szülőért. Ki megyek a öregén? Több, mint az előadás volt nekem. Köszönjük szépen. Na, gyors megbeszélés, aztán álljunk a kezdésre.